Média partnerünk a sport24.hu. Jó estét kívánok! Reményeink szerint ugye a sokadik adás után a kedves nézők már kihallják a címből, ugye, hogy ez a sportpálya elsősorban a sportújságírói pályáról vonatkozik, de hát végre egy olyan vendég, aki aztán igazán volt azon a pályán. Gyulai Miki, mennyi ideig atlétizáltál? 15 esztendeig, tehát most hozzávesszük még azt az egy, esetleg két évet, ami a közvetlenül az élsport előtt történt, akkor azért az a 16-17 év megvan, hogy kellett valamiféle felfutás meg, amíg az edzők meg a szakemberek azt mondták, hogy végül is van miért maradni a pályán. Hát és várj, ha nagyot ugrok a végére, akkor az Istennek nem akartad abba hagyni. Így bizony, 34 éves voltam, amikor végleg befejeztem egy sérülés miatt pont az Hát de várj, valami tallinni pótselejtezőt emlegettél, nekem az rémlik, hogy ott még Isten bizony megfutjátok az időt, te akkor negyedik, ötödik ember, vagy valahogy igen, ott akkor már nem voltam a legjobb négyben, de ugye a váltó miatt akkor még számításba jöttem. És pont az olimpiai eskü napján 2004-ben az utolsó résztávos edzésnél elszakadt a jobb hajlítóm, meg bebicegtem, és akkor az egyik szöges ment jobbra, a másik ment balra, és ott én befejeztem az élsportot. Furcsa fintora volt, hogy épp Vitrai Tomi bácsi hívott föl pár nappal később, hogy egy valaki biztos örülnek a sérülésnek, az ő, mert akkor ő engem tisztette meg, hogy 2004-ben az olimpiáról közvetítsem másodmagam Faragó Ricsivel az atlétikát. Igen, na várja, arról is térjünk ki, azért az nem volt teljesen zökkenőmentes, de azt nyilván nem mondhatom, hogy most már te is örülsz annak, hogy akkor megsérültél, hát ez bugyutaság lenne, de lehet, hogy ez azért sietette ezt a váltást, mert azért akkor te már kacérkodtál ezzel, hát már korábban is beszéltünk róla. Így bizony, 95-ben, amikor elvégeztem a TF-et, akkor az induló magyar nevű Eurosportnál kaptam lehetőséget, Palik Laci és Héder Barna jó voltából, és akkor ott ment egy párhuzamosan egy pár évig. Érdekes volt pont úgy, amikor az atlétikai pályafutásom csúcsát értem, én mellette már közvetíthettem az Eurosporton, tehát ott csak a hangomat lehetett hallani, atlétikát, meg egyéb más, tudom, egy bobot például. De valóban a 2004-es sérülés az abszolút megfordította a dolgot, és ott a versenypálya az ilyetén tekintetben háttérbe került, sőt megszűnt, és el tudtam indulni ezen a pályán. Azt tudod, hogy ez az ominózus felkérés persze az olimpia előtt volt, de édesapád már az év elején, de tám már előző év végén ő ezt szorgalmazta, tehát tudod, hogy hívjunk oda, vegyünk oda, és ez most hülyen hangzik, te érteni fogod, de a nézőknek is magyarázzuk meg, hogy azt mondta, hogy nem fogja megfutni az a csapat azt az időt, és nem azért, mert ellene szurkolt, hanem mert a fiáért szurkolt, hogy váltsál, hogy biztonságban tudja ott már, téged. Ott már nagyon többen kifele jöttünk a dolgokból, abból a váltóból. És valóban négyszer százas váltó nem is volt már az olimpián. Nem sikerült. Ugye az akkor keményebb szintet kellett futni, 39 másodpercen belül kellett volna futni a négyszer százas váltónak. Csak tájékoztatás, vagy támaszpontként mondom, ugye mi 99-ben, 38-71-el voltunk hetedikek a világbajnoki döntőben. Hetedikek, épp hogy bekerültünk. Igen. De tehát, hát azért ne vicce, hát ebben a műfajban az nagyon nagy dolog. Már nélkülem az a váltó abban az évben a 39-50-60-ig jutott. Szó nem volt arról, hogy olimpiára megy a csapat. Mai napig, mert most azért főleg darcról, jégkorongról, fociról hallunk, meg hát úgy mellékesen te vagy a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, régi idő minden benned van, most azt mondanám, hogy nem fogom mondani, hogy indítsuk el ezt a 4x100-as váltót most, és akkor te nekem szólsz 39, nem tudom mennyi múlva, hogy befutottatok? Szerintem igen. Érdekes mondani, ugye az atlétikával indult az én sport kommentátori pályafutása, nem tudom, jó, ha ezt így mondom. Amikor a Magyar Atlétikai Szövetség elnök lettem 2009-ben, akkor nem azt mondom, hogy egy csapásra, de tulajdonképpen megszűnt.
Érdekes volt. Soha nem mondta ki senki nekem azt, hogy miért, de valahogy mindig mindenki azt érezte, hogy a kettő nem összeférhető, összeférhetetlen, nem összeegyeztethető. Hogy beszélt a szövetség elnöke a televízióban a saját sportágáról. Szóval egy kicsit furcsálottam, de miután ugye elindult a televíziós, a sport televízióban ugye elindult az én karrierem lehetőségem, ott engem nem csak egy hang voltam, mint az Eurosportnál, hanem ott már a klasszikus televíziózást is el kellett sajátítani, persze, amit én korábban nem tanultam, tehát ilyen szempontból azért picivel hátrány, kisebb hátrányból indultam, de meg tudtam tanulni komoly szakemberekkel, és aztán már nem csak mondtam, hanem csináltam is, szerkesztettem, forgattam, vágtam, úgyhogy ezekbe is bele tanultam, és aztán jött a többi sportág, amiket az előbb felsoroltam. És azért nem zrikálnak adott esetben, hogy elnök úr most akkor pályaszéli interjút csinál egy másik sportágban? Nem. Az jó. Nem zrikálnak, ugyanakkor sokszor megkérdezték, hogy kell ez nekem, vagy szükségem van-e rá. Én meg úgy gondolom, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz. A Magyar Atlétikai Szövetséget vezetni az ma a sporttörvények értelmében egy társadalmi szerep. Fizetést nem kapok érte, pénzt nem kapok érte. Nem is azért csinálom, mert szeretnék. Ebben a sportágban nőttem föl, a családot átítatja az atlétika. Persze. Sokat kaptam tőle, többek között ennek is köszönhetem igaz egy sérülésen keresztül, hogy nálatok annak idején lehetőséget kaptam, úgyhogy én nem tartom ezt ördögtől valónak, hogy egy sportági szakszövetség elnöke esetleg pályaszélén beszél egy edzővel, sőt, azt kell, hogy mondjam, szerintem föl tudok tenni olyan kérdést, amit lehet, hogy más nem. Emlékszel az entrédre, a Magyar Televízióra, amikor most nem azt mondom, hogy először voltál bent, mert nyilván édesapád révén voltál bent kölyökkorodban is, de amikor először már ilyen riporteri szándékkal, háttérgondolattal, az első délutánra emlékszel? Szerintem te nem tudod, hogy ott milyen balhé lett a hátad mögött. Nem. Fedett pályás, hát nem tudom, talán VB volt Londonban. És ugye az úgy zajlik, hogy mennek a versenyszámok, előfutamok ezt azt, és akkor még úgynevezett hozzáadásos felvétel volt, ebből fölvettünk csomó mindent, és majd este ezeket leadjuk. Na azt hiszem sikerült nem fölvenni az első 100 méteres közép, vagy az Isten tudja milyen futamot, amiben született valami csúcs is. Így se rémlik? Nem tudom. És teljes pánik volt, azt se tudtuk, hogy mit csináljunk, hú de ciki, ez nincs meg, és jöttél te szerény fiúként a háttérben figyelni, de azt mondtad, hogy hát te fölhívod Londont. És fölhívtál valami csajt, ha jól emlékszem. Emlékszem, igen. Adják már le azt újra. Igen. És az egész világ újra élvezte azt a futamot. Na most akkor a társaság fel az beléd szeretett, hogy hát ez az ember kell nekünk. Hát hogy elintézte egy perc alatt, és kihúzott minket abból. A másik része meg azt mondta, hogy Jézusom, kell nekünk egy ilyen bali, akit megoldja a fejünk fölött a világot. Emlékszem. Milyen bali vagytok, vagy voltál? Hát ezt mindenki. Melyik a kettő közül? Én maximalista vagyok, azt gondolom, noha ez nem is mindig látszik rajtam. Tehát ha valamire megkérnek, hogyha valamiben azt látom, hogy a kérő felől a bizalom megvan, és tényleg komolyan gondolja, akkor azt tűzön, vizen, falon keresztül, minden keresztül igyekszem megcsinálni. És ilyen volt szerintem az, amiről beszélünk, ez egy, most nem tudom, hogy fedett pályás, lehet, hogy ez inkább egy szabadtéri esemény volt, de emlékszem, hogy telefonáltam jobbra-balra, hogy ezt... De elég hamar újra látta a világ miatt. Valahogy ismét eljöjjön. A másik pedig maga a 2004-es aténi olimpia, aminek több összetevője volt. Ugye picit érünk rá apura. Apu azt mondta, hogy a Magyar Televízió, hát annál, én már akkor Sport TV-nél ott egy beágyazott jó szerepben voltam. És ott feketén, igen, hát ez még egy kicsit korábban volt. 72-73 lehet. Igen, akkor ő 72 előtt került, tehát most ugye olimpiákba számolunk a Magyar Televízióhoz, mert ugye ő orosz-angol szakos, angol-német szakos tanár volt, és volt ez a pályabelépő. És ott? Édesanyám, sőt, nem is édesanyám, ő támogatta, hanem az iskolában szóltak neki ahol tanított. Kereskedelmi szakközép is. Tanár úr, szeret beszélni. Miért nem szeretne? Beszéljen már inkább ott. Nem, egyébként szerették, és akkor elment meg, és úgy alakult, hogy... Hát onnantól jött egy parádés karrier. Hogy beválasztották, és a Jenő bácsi, a Knézi Jenővel, a
Neked bácsi Szegvár, volt végig? Nekem mindig jön a bácsi. Szegvári Kati nénivel. Igen, Kaplárral, Szolai Pista szerkesztő, aztán igen, Bánó, igen, akkor jött ez a nemzedék. Jó, igen. Sok nagy név indult akkor. Igen, igen. És apukám beteg volt a 2004-ben, és én mindig azt csináltam, amit ő kért. Mindig azt csináltam, amit mondott. Jó gyerek voltál? Igyekeztem megfelelni neki, és itt volt először azok, azt mondanak, hogy apu nem. A Sport TV-nél jól érzem magam, biztos, hogy a kettő összeegyeztethetetlen. Mit szólnak majd itt a kollégák, hogy én nem megyek az olimpiára, megőrülnek. Nem. És aztán addig jött ez az ő részéről ez a fantasztikusan alkalmazott, az élet minden területén ez a pedagógia, a diplomácia, kicsit a ráhatás, kicsit a lelkiismeretnek a masszírozása, hogy egy idő után nem bírtam, és bekopogtam az akkori vezetőhöz. A Horváth Dori Gabinak hívták, ő vezett akkor a csatornát a Sport TV-nél, és elmondom neki, hogy mi a helyzet. És 248 órát behívott, és elmondta, hogy Miki, igen, de a forma az, hogy innen el kell menned, és aztán majd meglátjuk. És én akkor fölmondtam a Sporttelevíziónál, jeleztem Tamás bácsinak, hogy Vitrai Tamásról van szó. Itt vagyok, szerződést aláírtuk, és utazhattam a csapattal. Már kihívtatok minden előző ilyen összetartásra, és a többi. És én nagyon jól éreztem magam. Nekem nagyon kellemes csalódás volt. Őszinte leszek. Rosszat vártam? Én féltem attól, hogy nem leszek a csapatba, tehát hogy lesz egy srác, aki ott... Nem. Én féltem, elsősorban a kollégáktól, hogy mit fognak szólni, hogy berakták ide. De ott minden kollégak, nézit is beleértve, azért Gyula Istvánra, édesapádra úgy nézett, mint egy legendára, amiből tudom, lehet mindegy, de nagyon jól sikerült, azt gondolom, a beilleszkedés, mind a kommentátorkor, mind a bűszak, ugye, mert akkor már teljes mértékben Aténból ment az egész olimpia. Úgyhogy jól éreztem magam. Egy kicsit utána fájt, hogy nem jött egy olyan felkérés, hogy mi lenne, ha megpróbálnád itt nálunk, mert ugye ez elmaradt, de akkor volt ott vezetőségváltás, főszerkesztőváltás. Finoman szólva, akkor kirúgtak minket, igen. Ne igen, ittessék számunk. És aztán úgy alakult, hogy november vége, december elején hívtak a Sport TV-től, hogy mi a helyzet, mert szükség lenne emberekre. Itt vagyok, nagyon szíves. És akkor onnantól elkezdtem visszadolgozni, és talán január-februárban ismét kaptam egy szerződést, és akkor onnantól kezdve ott vagyok a Sport Televízióban. Persze voltak átdolgozások, de akkor már nem kellett ezeket a protokollokat megcsinálni, úgyhogy hál' Istennek ez azóta is működik. Na várj, azért menjünk vissza kicsit Aténba, mert ott azért volt két icipicit, de azért mégis azt mondom, hogy szépséghiba. Az egyik, hogy közvetítettél is magyar aranyérmet, meg nem is. Talán vagyok az egyetlen ilyen. Igen, Fazekas Robi. Igen. Ugye a két dobó száma, a kalapácsod és a diszkoszvetés, ott az Adrián is és a Robi is óriási formában volt az azt megelőző években, tehát ott az nekik állt. És mind a ketten megnyerték, sajnos tudjuk, hogy mi lett a vége. És ugye Ricsi csinálta az Adriánnak a döntőjét, és én csináltam a Robinak a döntőjét. Óriási, mai napig megvan a jegyzőkönyv, amiben ott írtam, hogy 70 méter, aztán olimpiai csúcs, 71, vagy 72 méter. És sose felejtem el, hogy a döntő után engem fölhívtak Budapestről, hogy a Millenárison körülbelül 30 ezer ember tombolt és üvöltött a döntőt, nézték nagy kivetítőn, és hogy köszönik szépen, és óriási. Akkor ők még nem tudták, amit én már akkor tudtam, én már nem voltam a dopingszobánál, és ott már balhé volt, tehát ott már probléma volt. Sajnos így alakult. Azt mondják... Nem tudok, nem, ott se, semmit, apura emlékszem, hogy rohangált, nem aludt, hogy lehet, mi a probléma, senki nem tudott semmilyen információt, és aztán egyszer csak valamikor már éjjel egy óra, két órakor jött az, hogy a Robi fogta magát, kirohant a dopping szobából, és onnantól kezdve nem látta senki. Te előbb tudtad a hírt édesapád által, hogy itt lehet gáz? És elvehetik az aranyérmet?
Azt nem, az ott egyértelmű volt. Amikor Robi kijött és nem pisilt, és elment, az ott a szabályoknak megfelelően az egyértelmű volt, ott csak az idő. Az volt, nem is az volt, tehát nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy ebből milyen botrány lesz. Igen. De... Hát bocs, azt már abból sejteni lehetett, hogy az első magyar dobó aranyérem után is csinálhatták volna a botrányt. Azt a nagyon leegyszerűsítem, parasztosan, vagy bocsánat, pestiesen szólva, azért nem hagyták akarták. Utána a másikat is, nem? Hogy mind a kettőt. Mind a kettőt akarták, mert lehet, hogyha az elsőt leleplezik, akkor visszalép másnap a másik. Furcsa helyzet, nehéz erről beszélni, mert ugye nincs pozitív doppingteszt, de mégis a szabályok ellen doppingvédség. Igen. De hát ez az aranyérem került, és ez azért a magyar atlétika következő 3-4-5 esztendejét nagyon vastagon meghatározta, itthon is, nemzetközi szinten is. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye eltelt 11 esztendő, úgy most kezdünk kilábalni ebből. Tehát most már... Annyi a negatív hozadéka ennek? Sok, sajnos sok, persze. Hát nyilván egy teljesítménysportról beszélünk, ahol a dopping az főleg azokban az években azért teljesen nyilvánvaló volt, tehát oké, hogy nem bukott meg mindenki, de azért biztosak voltak benne az egyszerű halandó emberek is, hogy nem zsíros kenyérből és lahagymából hát valamelyik futják ezeket mondta, az eredményeket. Tök füzeléken és fasírton élve nem lehet olimpiai bajnak bizony, lenni. De lehet, hogy épp ez kellett ahhoz, hogy ez egy kicsit megváltozzon. És azért, hogyha megnézzük a mai eredményeket, sokkal rosszabbak nincsenek, ugyanakkor sokkal kevesebb a lebukás. Uh-huh. Ez nyilván azért van, mert fejlődik az a fajta tudomány is, amely a táplálékokat, a táplálékkiegészítőket, a különböző regenerációs lehetőségeket magukba hordozzák. Ugyanakkor én biztos vagyok abban, hogy ma már az a klasszikus dopingolás, amikor a szteroidokat használják, ez ma már nincs. Na jó, nagyon, mindig nagyon fejlődik ez is, ahogy az ellenőrzés is fejlődik. Ezért van, hát az, rabló pandúr. Ezért van az, hogy aki jövőre Rióba olimpiai bajnoki címet szerez, az 2026-ba bonthat pezsgőt. Igen. Ez valahol nem vicc. De. Magyarán hát, addig, ha úgy tetszik, óvás alatt. Addig óvás van. Alatt van, addig bármikor visszahívhatják. D, vagy mit tudom én, milyen próba már. Igen, amit. De az is furcsa, nem? Hogy ez olyan, mintha valakit elítélnének később, nem védem a doppingolókat, a cselekmény idejében még nem lévő törvények miatt. Magyarán az is lehet, nem? Hogy ami most nincs még tiltólistán. Nem, nem. Ezt abban, igen, árnyalni tudom, és ki tudom egészíteni azzal, hogy itt nem arról van szó, hogy nincs rajta a listán. Arról van szó, hogy nem tudja kimutatni a jelenlegi kimutatni. Tehát rajta van, csak nem, érted. Nem tudja kimutatni. Viszont lehet, hogy egy 5 év múlva... Fejlődnek a... És itt van a csavar a dologban, és itt van a kvázi kiskapu a másik oldalról, hogy bár 2015-16-ban nem tudtuk kimutatni még ezt a történetet, a listán rajta van, mert ismerjük, kimutatni nem tudjuk, de lehet, hogy 2020-ban már igen. Tehát ebbe ad abszurdum tömegével bukhatnak. De jó, hogy ezt tévé, hallottam veled egy rádió interjút, akkora diplomata voltál, most bele nem menjünk a témájába, akkor gömöri paralimpia kapcsán, szövetség kapcsán kérdeztek, irigyeltem, 6-szor nekifutott a riporter, és 7-szer kitértél előle, nagy diplomatika, hogy nem mondtál rosszat egy másik, hát azért valamelyest mégiscsak hasonszörű sportszervezetről. Ez nálam elv. De azért, ha nagyon akartam, ezt lehet, hogy én magyaráztam bele, hogy jobban ismerem a hangodat, hülyeség. Én azért kihallottam a véleményedet, erre most nem kell mondanod semmit, de itt a televízióban azért ez árulkodóbb. Te azért az ember az első olimpiai aranyérmébe, már amit riporterként él, meg abba szerelmes, nem? Abba a bajnokba is idézőjelbe szerelmes. Haragszom is az na igen, pont erre gondoltam, hogy... De hát, nehéz, mert beszélünk egy irgalmatlan nagy tehetséggel megáldott fiúról, igen. Aki a sportba ölte bele mindenét, a sportra tette fel az életét. Megvezették, nem vezették, most ezt hagyjuk, lényeg, te hibázott. És aztán ő visszatért. Azt azért lehet, hogy igen. Már kevesebben tudják, hogy ő 2008-ban, tehát 4 évvel később döntős volt Pekingben, sőt pont szerző volt. Igen. Sem minden tökéletesen működött, rendben volt. Meg, amikor hívták, akkor pisilt, amikor szinte túlzás nélkül mondom, hetente 3-szor. Majd eljön 2012, amikor akár a dobogó is elérhető számára, és elkövet egy olyan hibát,
amit a profi sporton nem követhet el. Beszed egy táplálék kiegészítőt úgy, hogy nem vizsgáltatja be, úgy, hogy pultról valahonnan összeszedi, és szennyezett az anyag, oké, hogy mikrot minimális. De a szabály a szabály. Meg rá már azt hiszem kimondhatjuk, hogy szinte utaztak és, is, nem? Nem biztos, hogy utaztak, de a szabály a szabály akkor is. És a csapat hirdetés előtt két nappal jön a telefon. Sose felejtem, mert valamit közvetítettem a Sport TV-be. És láttam, hogy a nem fogadott hívást, Tiszekkel ja. Rágnes, ajjaj. 15-ször. Magyar dopingellenes. Mondom, mi van? Mégse egyeztetett össze a kettő, látod. Ne. Az első találkozásotok milyen volt? Amikor Athén után először találkoztatok. Akkor nyilván megengedhetted a viszonyatok alapján, hogy azt mondod, hogy a büdös francba és... Nem tudsz ilyenkor mit mondani. Hát most hát mit mondom? Most egyrészt neki esti nem tudok, mert háromszor akkora volt, mint én, meg egy suhintással. Meg volt neki javon. Most mit, hát mit lehet mondani? Most még te is szidod, most még te is ráhúzod a vizes lepedőt, még elküldöd ide-oda-amoda. Volt neki épp elég baja. Nem is nagyon találkoztunk, szerintem megbeszéltünk mi akkor. Volt ott egy icipici, aztán hagyjuk, tehát ez persze negatív bizonyos értelemben, hát nyilván nem rád vetülve. Ott azért Faragó Ricsivel is volt egy kis akaszkodásotok, nem? Ki közvetít, mit közvetít? Igen, az volt megbeszélve, hogy a futószámokat én csinálom, az ügyességi számokat ő. De hát azért az eleje lehetett tudni, hogy az ügyességi számokban lesznek azért lehetősége. Igen. És azt kérte, hogy a diszkosz és a kalapács közül válasszon. Most lehet, hogy ez vagy nem volt lefektetve, vagy rögtön az elején elfelejtette, nem tudom. De a diszkoszvetést is szerette volna a kalapácsvetés után csinálni. Én meg ott egy kicsit erőteljesebben mondtam, hogy akkor nem, mert nem ebben maradtunk. Aztán az kicsit megsértődött. Majd emlékszem, hogy a női 10 000, ja, és ugye ennek cserében én mondtam, hogy akkor válasszon ki futószámokat. És azt mondom, a női 100 gátat választotta, azt meg is csinálta talán, meg a női 10 000 métert. Na és ott volt az, hogy a női 10 000 méter, amire én nem készültem, ott fölállt rajta előtt 5 perc, és ott hagyott. Szerintem aztán ezt megbeszéltük. Jó végszó, mert meg azt akartam mondani, hogy akkor nem azért Isten mencsene, hogy itt már régi sebeket tépjünk fel, vagy döntőbíróságot játszunk, de nyilván akkor hallgattassék meg a másik fél alapon is, de akkor így ezt lezártátok. Nekem tudod, mi a legemlékezetesebb? Nem ez a arany-nem-arany közvetítésed, hanem azt hiszem, az a maratoni futás lehetett a legvégén, amikor édesapád beült melléd a kommentátor állásba, amire azért nem sokszor lehetett. Így bizony, mert mindenki a vízilabda döntőt nézte, még én is. Mert ott lehetett a, ugye, persze, bennültünk a stadionba, a kommentálásra, és onnan ment. És kapcsolgattam. Ott volt a Hajdú Pistnek ez a legenes, hogy nem tudom, igen, hány fürdőgatyás férfi láttál, egyszer elsírom magam, most sikerült. Igen, igen. Na és ti ott, nézd csak, ezt nem tudom pontosan őszintén, ez egy Golden League verseny, szerintem Zürichben, még amikor a Sport TV közvetítette a Golden League sorozatot, ugye az akkor 6 versenyben sorozat volt, és ott az volt a feltétel, hogy van 3 itthon, 3 helyszínen, de a helyszín csak akkor, ha apu beül. És aztán mondtam, hogy elintézted. Így tudunk találkozni, úgyhogy muszáj, hogy gyere, és akkor kiválasztott, mint sose felejtem el, készült, talán úgy, mint annak idején, amikor aktívan közvetített. De jó. De jó. Fú, az azért nyomasztó is lett egy kicsit, nem? Most neked hello apa, de akkor is egy riporter legenda, az apukád ott ül. Kis ujjából. Tehát ezt olyan jól kezelte, hogy nem akart ott főnök lenni, nem akart, majd akkor én megmondom nektek, hogy mit csináltok. Szépen, amikor jött a szám, akkor rám nézett, akkor jön a férfi 1500, vagy a 3000 akadál, már fogalmam sincs már, melyiket csinálta. Érdekes, hogy nem férfi 100 métert akart ő csinálni, mert nem, hanem ahol közvetíteni lehetett. És ugye ez inkább a közép és a hosszú távversenyek. Tehát ott lehet beszélni, ott lehet nagyon sok mindent elmondani az atlétikáról. Nyilvánvalóan kellett egy kicsit tájékoztatni az embereket, ugye akkor a szövetség részéről sokkal többet tudott hozzátenni, mint a Nemzetközi Szövetség részéről. Úgyhogy ezeket ott szépen 3-4 számot megcsinált.
Hát én nagyon élveztem. Mm. Ez egy jó érzés volt. Igen. Kis szünet után folytatjuk.